Harsona szóra nyílt a Szent Lőrinci tisztartóház új kapuja. Államtitkárok avatták fel és tettek emléktáblát a felújított kapuoszlopokra. A 300 éves épület bejárata adományokból és helyi mesterek segítségével szépült meg. Így nézett ki a kapu a felújítás előtt. Györgyvári Márka, Brandner Koncz Múzeum kuratóriumi elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a 4 millió forintnyi felújítási költséget sikerült majdnem a felére csökkenteniük helyi szakemberek segítségével, a végösszeg jelentős részét pedig Süli János, akkori miniszter, Kovács Pál államtitkárként, Fazekas István a múzeum egyik kurátora, valamint Hoffmann Tamás a Lafarge cementgyárt vezérigazgatója adták adományként az intézménynek. Ennek azért nagyobb jelentősége van annál, mint ha egyszer kapuról beszéljünk, mert ez a kap a múltat tartja itt zárva, a múltat őrzi, és nekünk ez a fontos egyébként. De néha a látogatók előtt pont ez az, hogy ki tudjuk nyitni, beengedjük, akkor látogatókat töltődjenek fel azzal az ihlettel, amit itt lehet nyerni, amit itt lehet kapni ebben az épületben, azt a 300 éves múltat, amit is sikerült eddig megőriznünk. Süli János, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy a település jellegéből fakadóan kötelességének érezte, hogy az épületbe belépők egy szép portán haladhassanak át. Itt a fák alatt ülve merült föl, amikor még ez a kapu romos volt, hogy akkor meg kéne csinálni, és akkor valahogy én is úgy éreztem, persze illik ez a környezethez, a településhez, hogy legyen rendben, mert ahogy elmondtam, a porták úgy vannak mindig befejezve, építek egy házat is, ha vagy nem csinálok kerítést, és akkor megcsinálom ezt növényen, ez egyfajta irányzat, vagy ha körbe kerítem, akkor pedig jó kapunak kell lenni. Az Eszterházy család által építetett kastélyhoz tartozó tisztartóház később a főszolgabírók székhelye lett, mely egészen 1945-ig ebben a funkcióban működött. Jelenleg ebben az épületben van a Brandner Koncz Múzeum, mely Szent Lőrincnek és egész térségének múltját őrzi. A kapu után magán az épületen is szükségessé vált a rekonstrukció, mondta a kuratórium elnöke. A falat, külső vakolatot, tehát külsőket kellene felújítani. A mi kiállított tárgyaink azok rendben vannak, tehát a felújítása megtörtént egy 10 évvel ezelőtt, és nagy élményt nyújt mindenkinek. A ház hűen őrzi a századforduló tisztartói lakásának hangulatát, mely tükrözi az országban oly kevés számban fellelhető polgári értelmiségi kúriák jellegzetes vonásait. A múzeumba a belépés díjtalan.